Üdvözlöm kedves nézőinket, önök a Kalocsa Televízió híradóját láthatják 2023. január 23-án este 7:30-tól. Teltházas kiállítás megnyitó a Magyar Kultúra napján. A gyűjteményben a Kalocsai Kortárs Művészeti Klub mellett a Dunotáj fotókör is képviseli magát. Kettő szociálisan érzékeny területen nagyot lép előre a város, rendkívüli üléssel kezdődött az új esztendő képviselőtestületi munkája. Ismét német nemzetiségi hét a kertvárosi suliban, egész hetes programok várnak a diákokra. A Kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtár a Magyar Kultúra Napja alkalmából immár 6. éve rendezte meg a helyi és a környékbeli településeken élő alkotók munkáiból a nagyszerű kiállítását, mely évről évre egyre gazdagabb kincseket tár a látogatók számára. A mostani kiállítás azért különleges, mert a gyűjteményben a Kalocsai Kortárs Művészeti Klub mellett a Dunatáj fotókör is képviseli magát. Lakatos György fagott művész muzsikájával vette kezdetét vasárnap, január 22-én a Magyar Kultúra Napja alkalmából megrendezett kiállítás megnyitó a Kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtár emeletén. A folyosón alig lehetett elférni, nagyon sokan eljöttek a most már hagyományosnak mondható rendezvényre. A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le a himnusz kéziratát. A megjelenteket Csikós Marianna, a könyvtár igazgatója köszöntötte, majd átadta a szót Kalocsa díszpolgárának, Lakatos György fagott művésznek, aki arról beszélt, hogy mit ad és adott a mai napig számára a magyar kultúra. Az, hogy Kalocsán nőttem fel, ez egy csoda volt. Ebből a fantasztikus városban, meg a kultúrájáról mesélhetnénk éveket szintén. Egy olyan családban, ahol tele volt könyvekkel, gépekkel, lemezekkel, zenével. És bekerültem olyan iskolába, a Kalocsai Énekzenei Általános Iskolába, mint Kodály. Olyan helyre kerültem, 6 évesen. Énekeltünk éjjel-nappal. Már akkor is ilyen morgó hangom volt, hogy Alt-2-ben énekeltem. Kodályt, Bartókot, Weiner Leót, Bárdos Lajost, Karai József, Magyar Századot. Egy hihetetlen kezdés volt, bekerültem a tánccsoportba, Pécsi Sári néni, Pécsi Bözs néni, Pécsi Sanyi bácsi. Mögöttünk a Kecskeméti Dezsőjék játszottak. Neveket biztos tudja mindenki, többnyire. Bekerültem a zeneiskolába, Aszalós Ági nénihez, Fuchs Ferihez, Szalai Jóskához. Tehát valami hihetetlen kezdés volt. Lakatos Györgynek a Kékmadár Fesztiválon keresztül a kalocsai közönség számtalan, kiváló kulturális programokat köszönhet. Jók ezek a napok egyébként, mert valamit mégiscsak eredményez, hogy ennyien összejövünk. De pláne egy magyar kultúra napját, azt hiszem, hogy van feladatunk vele, hogy az év többi napján is ünnepeljük 364-szer még. Szóval 200 éve megírta valaki a himnuszt. Legyünk büszkék arra, hogy a magyar kultúra képviselő vagyunk bármilyen szinten. Szervezés, alkotás, részvétel, vele való foglalkozás, olvasás, hallgatás, nézés. Legyünk arra büszkék, és ne felejtsük el, hogy azért van ebben teendőnk, hogy ez mindig is világszínvonalú legyen. Mert egészen biztos, nem csak azért, mert magyar vagyok, egy egészen biztos bejár a világot, hogy az első között van a magyar kultúra. Mindenhol a világon. A köszöntők sorát Budai Viktória, a Nikolás Söffel gyűjtemény vezetője folytatta, aki a tárlatot mutatta be. A Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett kalocsai program Cseh Tamás emlékestel ért véget a kamarateremben.
Dr. Filvig Géza, a Kalocsaváros polgármestere, a Bajai Tankerületi Központ számára nyitva álló, rövid adminisztratív határidővel indokolta a képviselő testület január 19-én reggel 9 órára történő összehívását. A rendkívüli tanácskozáson elsősorban a sajátos nevelési igényű óvodások fejlődését elősegítő, az érintett gyerekek és családjuk számára nagyon fontos, előremutató döntések születtek. Mind ami a december 16-ai testületi ülésünkön az elmúlt évben napirenden volt, úgymond az Ökopont épület, a Kalocsa-Kossuth utca 50 szám alatti épület ingatlant adtuk át testnevelési órák megtartására a tankerület részére, a Nebuló iskola részére, hogy ott a sajátos nevelési igényű gyerekeknek a fejlesztését meg tudják oldani. Használatba vették ezt az épületet, elkezdődött ott a nevelés, és akkor további együtt gondolkodás a tankerülettel abba az irányba vitt bennünket, hogy ezt az épületet átadnánk ingyenes használatba, nem csak a 22-23-as tanévre korlátozva, és nem csak testnevelési órák tartására, hanem más foglalkozásokat is meg tudnák tartani. Valamint az Alkony utcai óvoda épülete, az is jelenleg üresen áll, és azt is felajánlanánk a tankerület részére, hogy nézzék meg azt az épületet, és hogyha ott is, azt is birtokba tudják venni, használatot ki tudják alakítani úgy, hogy egy régi igény valósulhasson meg itt a városban, hogy az óvodáskorú gyermekeknek, a sajátos nevelési igényű óvodáskorú gyermekeknek is a képzését, a fejlesztését meg lehessen itt Kalocsán oldani, akkor azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy segítség lenne. Jelenleg vidékre, Kiskörösre és Bajára kell vinni az óvodáskorú gyerekeket. Ezen szeretnénk mielőbb változtatni. Már hónapokkal ezelőtt elkezdtük ennek az előkészítését, a tárgyalását a tankerülettel közösen, és bízom abban, hogy ezt minél előbb meg tudjuk oldani. A napirend zárásakor a polgármester kifejtette, a tankerületnek január 24-ig van lehetősége arra, hogy a telephely bővítésre vonatkozó kérelmét előterjessze. A rendkívüli testületi ülésen hozott határozatok ennek az alapját megteremtik, bízik abban, hogy a Bajai Tankerületi Központ fejlesztési elképzelései mielőbb valóra válnak. Ismét német nemzetiségi hét a Fényi Gyula kertvárosi tagiskolájában. Rengeteg programmal készülnek az iskola dolgozói, idén egy kis múzeummal is készültek. Nagy öröm és szorgalom szokta övezni a német nemzetiségi hetet. Ez idén sincs másképp, rengeteg jó program vár a diákságra. Nagyon hosszú útra nyúlik vissza iskolánknak a nemzetiségi hétre való készülődése. Igazából a magyarországi németeknek a történelmével is német nemzetiségi órák keretein belül foglalkozunk, és most általában a január 19-éhez kötődően szoktuk a nemzetiségi hetünket megrendezni a magyarországi németek kitelepítésével kapcsolatban, és ezen a héten nagyon sok színes programmal, egy kiállítással készülünk a gyerekekkel. Nagyon fontos az is, hogy olyan is készüljön a kiállítás, amit maga a gyerekekkel készítünk közösen, ugyebár ezeknek az értékeknek a képviseletében, illetve az is fontos, hogy ezeket a tárgyakat kiállításra tudjuk szolgálni. Általában ez a lenti folyosónkon szokott megtörténni. Reggelente az iskolába érkező gyerekeket és felnőtteket sváb zenével szoktuk várni. Utána rádiós műsor kerül megrendezésre, szerdán pedig a nagyszünetben egy sváb táncházat szoktunk a lenti folyosón az alsós diákok részére csinálni közösen. Ilyenkor népviseletben is lehet jönni a gyerekeknek, ami nagyon fontos, hogy szemléltessük ezt is a
hagyományok keretein belül. Idén egy különleges kiállítással készültek a diákokkal közösen, amire eddig még nem volt példa. Mint már említettem, az iskola folyosóján kiállítást rendezünk, ahol mind alsós, mind felsős gyerekek készülnek a munkáikkal. Itt a kitelepítéstől egészen a betelepítéséig szemléltetjük az időszakát a magyarországi németeknek. Többek között megemlítjük még a ruházatukat, a népviseletüket, miben másak a már mi megszokott nem nemzetiségi viseleteinktől. És lehetőségünk nyílt ebben az évben arra is, hogy egy autentikus kis múzeumot ide varázsoljunk a Hartai Tájház jóvoltából és segítségével, amivel szintén színesebbé szeretnénk a gyerekek részére a német nemzetiségi hetünket tenni. Az elmondások szerint a gyerekek izgatottan szokták várni ezt a hetet, szorgosan kézműveskednek és készülnek az egész hetet átölelő német nemzetiségi programsorozatra. A kalocsai rendőrkapitányság nyomozói tetten értek egy 24 éves kunfehértói lakost, aki éppen ismerőse kaptárait tulajdonította el. Az elkövető fuvarost bérelt a mélylopáshoz. Egy a Dunához közeli település térségében teleltette 71 mély családját egy kunfehértói férfi. A kaptárukat rendszeresen ellenőrizte, megszámolta. Így tett 2023. január 18-án délután is, amikor kiderült, hogy 20 kaptárjának lába kélt. Azonnal a rendőrségre sietett, a nyomozók pedig adatgyűjtésbe kezdtek a történtekkel kapcsolatban. Másnap, amikor kivilágosodott, elindultak a sértett által megjelölt helyre, hogy az esetleges tárgyi bizonyítékokat is felkutassák. Nem tudni, hogy amikor a nyomozók odaértek a kaptárokhoz, ők vagy azok a férfiak lepődtek-e meg leginkább, akik éppen a méhek körül szorgoskodtak. A rendőrök fogatózására körvonalazódott a történet, miszerint a 24 éves, szintén kunfehértói férfi elmesélte, hogy ismeri a sértettet, és előfordult, hogy segített neki a méhek körüli munkában. Aztán, amikor pénzre volt szüksége, arra gondolt, hogy eladja cimborája kaptárjait. A közösségi oldalakon hirdetést adott fel, és január első napjaiban 20 méh családot jóval áron alul sikerült is értékesítenie. A második vásárló 40 kaptára tartott igényt, ezeket saját maga a teleltetés helyén kiválasztotta és ki is fizette előre. Az egyesség szerint a szállításról a kunfehértói férfinak kellett gondoskodnia, így felbérelt egy helyi fuvarost. A gyanútlan vállalkozó a tolvaj segítségével éppen neki kezdett a munkának, amikor a nyomozók megérkeztek. Őt tanúként, míg a kunfehértói férfit pedig lopás büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A kalocsai rendőrkapitányság munkatársai vizsgálják, hogy a jelenleg szabadlábon védekező bűnelkövető más hasonló jellegű bűncselekményt elkövethetette. Tavaly novemberben a 15-től 64 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.706.000 fő volt az országban, 29.000-rel több, mint egy éve. 187.000-en voltak munkanélkülek 2022. novemberében, a munkanélküliségi ráta 3,8% volt, derült ki a Központi Statisztikai Hivatal jelentéséből. Bács-Kiskun vármegye valamennyi járásában csökken a munkanélküliség a 2022. decemberi adatok szerint. Az álláskeresők számának csökkenése folyamatosan vármegyében. 2022. decemberében 10.617 fő nyilván tartott álláskereső szerepelt a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat regiszterében, 277 fővel kevesebb, mint előző hónapban. Az előző év azonos időszakához képest pedig 5,5%-os csökkenés figyelhető meg. Valamennyi ágazatra jellemző az, hogy vannak folyamatos állás lehetőségek. Nyilván az egyes munkaerőpiaci körzeteknél más és más, ami hangsúlyt élvez. A kecskeméti járásban az ipari foglalkozások és a szolgáltatások a kiemelkedőek, mondta Kollár Péter, a Bács-Kiskun vármegyei kormányhivatal foglalkoztatási, foglalkoztatás felügyeleti és munkavédelmi főosztályának vezetője. Decemberben a nyilvántartott álláskeresők aránya a gazdaságilag aktív népességhez viszonyítva 4,3% volt Bács-Kiskun vármegyében, a munkavállalási korú népességhez máért relatív ráta pedig 3,3%-os értéket mutatott. Kollár Péter elmondta, a csökkenő tendencia az egész megyére jellemző. A csökkenő tendenciában az a rendkívül jó Bács-Kiskun megyében, hogy valamennyi munkaerőpiaci körzetre jellemző, Bácsalmástól Tiszakécskéig. Ez erősíti a vármegye gazdasági helyzetét, hogy mindenhol a dinamikus, jó irányok az iránymutatók.
fogalmazott Kollár Péter. Magyarországon 2022 második negyedévében az uniós átlag feletti volt a foglalkoztatási arány, a munkanélküliségi rátára nézve pedig a legalacsonyabb mutatóval rendelkező országok között volt hazánk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, legközelebb szerdán találkozunk. Addig is vigyázzanak magukra, viszontlátásra!